minden szexádi családnak, és igazolni kell, hogy szexádiak, szeretnénk adni egy kancsót, illetve egy kulacsot. A csapvíz tárolására alkalmas üvegkancsót és fémkulacsot kap minden szexádi család, amelyik regisztrál a város kezdeményezésére. Az önkormányzat így támogatja azt, hogy minél többen igyanak csapvizet, ahelyett, hogy palackozott vizet vennének. 100 tonna petpalack hulladék keletkezik itt Szexádon minden évben. Úgy gondoltuk, hogy csökkenteni kellene a keletkezett hulladék mennyiségét, az egyik fő üzenet. Magyarul kevesebb palackos ásvány vizet szeretnénk, hogyha vásárolnának a szexárdiak, hiszen itt van az új vízbázis, kiváló minőségű a szexárdi víz. És az ára is sokkal kedvezőbb, mint a palackozott vízé. Míg egy liter csapvíz nagyjából 60 fillérbe kerül, addig az ásványvizek literje közel 60 forint körül mozog. Századarányiba kerül, mint egy liter ásványvíz. És azt szeretnénk, hogyha minél többen a szexádi csapvizet fogyasztanák, ezzel egyrészt éves szinten mintegy 25 000 forintot tudnák a családok zsebében hagyni, hiszen ennyivel olcsóbb a csapvíz, mint maga az ásványvíz. Ennyivel a 100 tonna keletkező petpalack hulladékot szeretnénk csökkenteni, ez pedig környezetvédelmi szempontból, a Gemenci erdő a szőlők szempontjából azt gondolom nagyon-nagyon fontos, és hát azt sem elnyagolta, hogy sokkal egészségesebb, nem csak olcsóbb, hanem sokkal egészségesebb a csapvíz, mint maga az ásványvíz. Magyarország az Európai Unió második legnagyobb ásványvízfogyasztó állama, Németország után a lakosság számhoz arányítva. A palackozott vizek az elmúlt 15-20 évben terjedtek el ilyen mértékben idehaza. A fogyasztás évről évre rekordokat dönt, míg 1990-ben 4 litert ivott évente átlagosan egy magyar, addig tavaly ez a szám már 126 literre nőtt. Szexárdon a most elindított akciót alapos előkészítő munka előzte meg. A város vezetői kérdőiben kérdezték meg a helyiek egy csoportját a vízfogyasztási szokásaikról. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ha elindítanánk egy ilyen akciót, akkor partnerek lennének benne a városlakók. 80% fölötti volt azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogyha a megfelelő minőségű, ez pedig ugye megvan, a megfelelő minőség, mint olyan, a szexuális csapvíz, akkor áttérnének szívesen a petpalackról magára a csapvízre. Illetve volt még egy érdekes kérdés, hogy kíváncsiak-e arra, hogy honnan kapjuk és hogy ezt a bizonyos csapvizet. Ez pedig azt jelenti, hogy a Bogyiszlón lévő előtisztítónak a meglátogatására a szexuális kétharmadnyi kíváncsiak lennének, úgyhogy 66% azt mondta, hogy nagyon szívesen megnézni a helyszínen ezt a műtárgyat. 2014-ben tették le Bogyiszlón az új szexuális ivóvízbázis alapkövét. Ez az ország egyetlen olyan hasonló létesítménye, aminek minden eleme már a tervezéstől kezdve a ma használt legkorszerűbb technológia felhasználásával épült. A csapvizet népszerűsítő kampány részeként ide ingyenes buszjáratokat szerveznek majd, hogy megmutassák az innen származó csapvíz nem csak tiszta, hanem egészséges is. Alkotó elemeibe tartalmaz kalciumot, magnéziumot, fluoridot, nem tartalmaz vasat, mangánt, ami az elmúlt 10 évvel ezelőtti időszakban jellemző volt, és nagyon jó a hőmérséklete, rendszeresen ellenőrzött a csapvíz, mind a saját laboratóriumunk által, mind a hatóság által. Igazából az elmúlt 4-5 évben semmilyen kifogás nem volt a hatóság részéről se a vízünkkel kapcsolatosan. Amióta a Dunapartri új vízbázisról jön az ivóvíz Szexárd, a korszerű technológiával kezeljük, vegyszermentes, tehát úgy gondoljuk, hogy minden lakos számára fogyasztható és nagyon jó minőségű. Szexárdon nem állnak meg azzal, hogy a város és a helyi ivóvízszolgáltató népszerűsítse a csapvizet. A cél az, hogy a helyi vendéglátósokat is bevonják a programba. Ha valaki magával viszi ezeket az erényeket, elképzelhető, hogy elfogy belőle a víz, abban szeretnénk partnerséget kérni, vagy együttműködést kérni, hogyha valaki bemegy egy étterembe, vagy bemegy egy közintézménybe, akkor meg tudja tölteni ezt a kulacsot természetesen. Itt az önkormányzatnál, vagy éppen a közkutakon ezek az erények feltölthetők lesznek térítésmentesen. Amennyiben ennek költsége van, és valahol ez jelentkezik, de hát 60 fillérbe kerül 1 liter víz egyébként, akkor az természetesen az önkormányzat átvállalja, úgyhogy senki nem fog kárt szenvedni ebből. A szexádi önkormányzat csapvizet népszerűsítő kampányára augusztus 21-e és szeptember 11-e között az Erős ZRT szexádi ügyfélszolgálati irodájában szexádi lakcímkártya felmutatásával lehet regisztrálni. A kancsók és a kulacsok pedig ugyanitt lesznek átvehetőek szeptember 16-ától.